Szombaton jön Mike Tyson és Jake Paul boxmeccse. Nagy Zsolt és Kocmán Balázs szájtekes lett. Nem kizárt, hogy Chris Bumstead indul az olimpián, ha hétvégén megnyeri a Prága Pro-t. Sziasztok! Ez itt a Builder Híradó, jelentkezünk a legfrissebb hírekkel. De mielőtt belekezdünk, nyomj egy lájkot a videóra és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Az első hír, amit hoztunk nektek, az két magyar testépítőhöz köthető, akik óriási hírnévre tettek szert az elmúlt pár hétben. A 2024-es Superbody két legnagyobb sztárjáról van szó, a Grand Prix kategória első két helyezettjéről, Kocmán Balázsról és Nagy Zsoltról, akik immáron a Cytec csapatát erősítik. Elképesztő fizikumokkal rendelkeznek, Kocmán Balázs ugye megnyerte a Superbody-t október 26-án, és egy héttel később, november 2-án pedig már profinak is állt, és lezavarta élet első külföldi versenyét, és itt a második helyet sikerült megszerezni a súlycsoportjában. Nagy Zsolt pedig ugye ezüstérmes lett Balázs mögött a Superbody-n, de még Balázs egy nagyon rutinos versenyzőnek számít, ő igazából egy újonc, hiszen ez volt mindössze a második versenye, szóval az a jó hír, hogy most már egyre többet fogunk velük találkozni, elsősorban persze a Cytec média felületein. Küzdősport és testépítés szempontjából is iszonyatosan erős lesz a hétvége. Szombat éjjel csap össze az 58 éves Mike Tyson Jake Paul-lal egy profi box mérkőzésen, amit a Netflixen lehet majd nézni. Akinek van Netflixes előfizetése, annak egy forintot se kell fizetni a bunyóért. Úgy gondolom, hogy az egész világ ezt fogja nézni a hétvégén, az biztos. Mike már kiöregedett ugyan, de valójában egy lapon se említhető Paul-lal, aki viszont 31 évvel fiatalabb nála. Szóval ez egy nagyon furcsa mérkőzés. Írtam róla bővebben a Builderen egy cikket, szóval ha még azt nem olvastad, menj fel a Facebook oldalunkra, és ott megtalálod a friss bejegyzések között. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, hiszen Tysonnál sose tudni, hogy mikor vadul meg. Emlékezzünk vissza csak arra, hogy Evander Holyfield füléből is kiharapott egy darabot, szóval amikor ő bunyózik, akkor sose lehet tudni, hogy mi lesz. Írd meg nekünk kommentben, hogy szerinted ki nyer. Meccs után aludd ki jól magad és készíts be estére popcornt, mert jön a Prága Pro, ami szerintem a Mr. Olympiát és talán az Arnold Classicot leszámítva az év legnagyobb testépítő eseménye lesz, hiszen Chris Bumstead itt indul először Openben, mióta Classic Physique Olympia bajnok lett. A Prága Pro-n az Open előzsűrizése szombat este 8 órakor kezdődik, szóval nekünk is ekkor kell a képernyők elé tapadnunk. A hivatalos programtáblázat szerint a szombat esti előzsűrizés után vasárnap délután 5 órakor rendezik meg az Open-es döntőket, tehát ez egy kétnapos verseny lesz. A versenyt streamen lehet nézni 15 euróért, ami nagyjából 6100 forintot tesz, linket a videó leírásában találsz. Chris-től megkérdezték, hogy mihez kezd akkor, hogyha megnyeri ezt a versenyt, hiszen ez azt jelenteni, hogy kvalifikálja magát a 2025-ös olimpiára Openben, úgy, hogy gyakorlatilag beugrósként az utolsó utáni pillanatban vállalta el a versenyt. Hát Bumstead nem mondott egyértelmű nemet erre a kérdésre, azt mondta, hogy talán elindul jövőre, de még nem tudja, nem biztos ebben. If you win Prague, can we expect to see you at the Olympia again? Yes. Who knows? Okay, so it's not a definite no. I don't know. Ez azért szerintem bizakodásra ad okot, szóval szurkoljunk neki, hogy nyerje meg a Prága Pro-t, mert ha így lesz, akkor 2025-ben az olimpián egy szerintem minden eddiginél durvább Bumsteadet fogunk látni, hiszen itt végre lesz ideje betömegelni az Openbe rendesen, amit idén ugye nem tudott megtenni. Chris legnagyobb betéttársa Martin Fitzwater lesz Prágában, aki a negyedik volt az olimpián, tehát hogyha őt legyőzni, az valami eszméletlen durva lenne. És ezzel még mindig nem értünk el a hétvégi programok végére, hiszen vasárnap éjféltől kezdődik a UFC 309. Ezen minden idők egyik legjobb UFC-s harcosa John Jones csap össze Stipe Miocic-csal. Hát ezt a gálát megint borzalmasan rossz időpontban kapjuk, ugyanis a főkártyás mérkőzések éjjel 4 órától kezdődnek, és valamikor reggel 7 körül érnek véget, de hát ezt a hardcore UFC rajongók már megszokhatták. Ezek voltak a híreink mára, remélem találkozunk legközelebb is, sziasztok!